a vár konyhája, 13. században épült. Sziasztok, a Chepstow-i várban vagyunk. Chepstow az egy kisváros Walesben, pontosabban Wales és Anglia határán, és ez a vár az egyik legrégebbi vár, legrégebbi kőerődítmény Nagy-Britániában. 1067-ben kezdték meg az építését, és már itt is jártam többször egyébként, de akkor állandóan ilyen morcos idő volt, és esett az eső is. Most viszont éppen gyönyörűen süt a nap, ki tudja meddig. Úgyhogy megpróbálom így ebben a pompájában bemutatni nektek ezt a várat. Században a polgárháborúban bombatámadásokat szenvedett a vár, és akkor egy jó részét le is rombolták. Egyébként úgy látom, hogy idén, nem tudom tavaly mennyi volt, de a Walesi várakba 8 font 70 a belépő. A Tintenebiben ugye 5 font volt a parkolási díj, itt szerintem ingyenes, de nem tudom, lehet, hogy csak vasárnap ingyenes, és akkor az 5 font az lejött a belépő díjból, tehát csak 3,70-et kellett fizetnem, most viszont 8,70 volt a belépti díj. Látjátok, ott a távolban van az a fa a mező közepén, amikor régebben, évekkel ezelőtt voltam itt. Már akkor kiszúrtam azt a fát, és azt mondtam, hogy na, az az én fám. Most ott van valami, nem tudom én milyen gyűjtő konténer mellette, ott kéklik, de szerintem most is gyönyörű. Mondjuk akkor, mint hogyha lett volna valami lombja. Most nem látom, hogy lenne. Ez a nagy torony. A legkorábbi építmény a váron belül, a normál időkben épült a 11. században, és csak a folyó felé van nyílás, tehát ablak, mert hogy az biztonságos volt. Ez a 13. században épült, és a 17. században lerombolták. Halljátok a galambokat? Ott vannak. Fehér galambok. Nézzétek, milyen nagyon régi kap vagy ajtó. Menjünk följebb. Na, itt vagyok fenn a toronyban. Ez a
legmagasabb pontja a várnak. Csepsztói házak és hátsó kertek. Ezt vettem a Taurus Craft egyik boltjában, amit ez a Clive Barrett illusztrátor készített, illetve vannak a festményéből ilyen képeslapok, és ezt tetszett meg nekem. A többi is nagyon klassz volt, de igazából ez az, ami így elsőre megragadta a figyelmem. Ez a Witch on the Pass, boszorkány az úton. Hát nekem tetszik, még nem tudom, mit fogok vele csinálni, de tetszett. És még ezt is ugyanabban a boltban vettem. Nagyon megtetszett ez a kis gombás fülbevaló is. Úgyhogy mindjárt fel is próbálom. Na milyen? Szerintem nagyon cuki. Na, ezt jól tettem. Sziasztok! A Forest of Dean-ben vagyunk, a déni erdőségben. Ez egy nagyon-nagyon régi erdő, természetvédelmi táj, és óriási területen fekszik, ez csak egy kis része. A John ismeri itt ezt a kis utat, hát jó hosszú és egyenes út, ahol most megyünk, és megpróbálunk majd így az erdőbe is jól bemenni, és megnézni ezeket a hatalmas hősimpákat. Iszonyú jó itt egyébként a levegő, és az egész vidéken, az egész környéken, ami nem kis részben köszönhető ennek az erdőnek. Thank you.
Sziasztok, megérkeztünk Bázba. Arra gondoltunk, hogy az utolsó hétvégét itt töltjük, és óriási szerencsénk volt, mert közel a központhoz a Johnnak sikerült foglalni egy ilyen kis bed and breakfastos szállást. Most jöttünk be a szobába, és nagyon kis helyes, és lepakolunk, kicsit pihenünk, mert elég hosszú volt az út. Nem kocsival jöttünk, hanem buszokkal, 3 busszal, Lidniből. És kicsit pihizünk, fújunk egyet, aztán bemegyünk a városba, elmegyünk egy pubba, én annyira innék egy sört most, hogy nagyon. Bath Somersetben van, és egy nagyon híres fürdőváros, régi római fürdők vannak itt, egy óriási apátság és egyéb más látnivalók, amit az elkövetkezendő 2 napban fel fogunk együtt fedezni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fürdőszoba is nagyon cuki, az egész hely nagyon cuki, és remélem, hogy jól fogjuk magunkat itt érezni, és a központ is viszonylag közel lesz, relatíve jó időnk lesz, és ezzel meg is koronázzuk majd az itt létünket. Ez a híres Royal Crescent, György korabeli épületek, óriási gyönyörű parkkal. De itt van ez az elválasztó rész, és ez nem lehet menni ezen keresztül. Azt mondja, hogy bombák vannak, de ez nem igaz. És ugye a jó lép az csak ott lent lehet, amint látjátok. Well, you know what they say. Az ott a Jane Austen Múzeum, illetve központ, rengeteg emberrel.
valószínűleg itt lakott, azt tudom, hogy 8-9 évig itt lakott Bathban, talán 1801-től 1810-ig, Jane Austen. Lehet, hogy ebben az épületben. Végül is nem mentem be az épületbe, mert olyan 7000 forint körül volt a jegy, és nekem ez nem ért annyit őszintén, szóval nyilván, hogyha valamilyen olyan kiállítás, ami tényleg nagyon megéri, vagy nagyon érdekel, akkor kifizetem ezt a pénzt, tehát nem erről van szó. Csak egyszerűen Jane Austennek a könyveit nagyon szeretem most. Az, hogy én ilyen korabeli kosztümökbe felöltöztetett bábukat nézegessek valamilyen kisebb múzeumban, de ez nekem ez egész nem ért annyit. Megnéztem ezt a gift shopot is, rengeteg túlárazott gagyi volt, már elnézést, hogy ezt mondom. Szóval nekem ez egész így nem tetszett, úgyhogy így aztán ennyi volt, kívülről megnéztük, és most megyünk tovább. Régen is itt volt ez a vintage gitárüzlet, és a John ezt nagyon kereste, most meg is találta, csak sajnos előtte időpontot kellett volna egyeztetni, mert egyébként nem nyit ki, csak hogyha jóval előtte megkeressük őket. Na, visszajöttem ide a Jane Austen Múzeumhoz, nem hagyott nyugodni, hogyha már itt vagyok, akkor gondoltam, csak miattatok is bemegyek, és megmutatom, de az a helyzet, hogy valahogy a sors nem akarja, hogy bemenjek, mert egyszer csak millióan tódultak be, de tényleg. És mondták, hogy egy órát kellene várni, de hát addig is nézhetek ott bent valami filmet, úgyhogy gyerekek, ne haragudjatok, de tehát én eleve nem akartam bemenni. Aztán gondoltam, hogy mégis, mert azért csak nem hagyom ki a Jane Austen Centert, hogyha már itt vagyok Bathban, de a sors nem akarja, hogy bemenjek, úgyhogy pedig még 15 fontot is megspendíroztam volna emiatt. De akkor most a 15 fontot valami jobb dologra fogom költeni. Ezek a római fürdőkhöz a bejárat. 28 pont hétvégén. Hát ennyiért nem fog bemenni a Szózihe. A 7. században kezdték meg a bászi apátság építését. 650 volt egyébként a felnőtt belépője, egy van, amit bejövök, millió ember. Gyönyörű, de hát nincs egy ilyen tipikus apátság hangulata a sok ember miatt. Na, nézzünk körül! Nem tudom, ez az apátság biztos rengeteg történelmi emléket őriz, de esküszöm, a kis falvakban a templomok, hát nekem sokkal jobban bejöttek. Egyébként még a Velszi katedrális is jobban tetszik, mint ez. Most idén nem voltunk, vagy nem megyünk Velszbe, tavaly voltunk. Az gyönyörű, és ingyenes egyébként a látogatása. Hát nem tudom. Nem semmi, hogy ez a szószék kinéz. Ezen a sok aranyjal. ezerháromszáz éven keresztül bence és szerzetesek laktak ebben az apátságban, 675 és 1539 között. Természetesen nem meglepő, hogy 1539-ben 8. Henrik bezáratta ezt a kolostort, és mindent eladtak, mindent ellóptak innen.
Most éppen kriketteznek a krikettpályán, úgy látom. And the ball ends up being caught or hits the stumps. I don't understand this, but they just don't know. You know whether this is some sort of league game. You can see the score over there. Yeah, I know. Some ball fast, some ball spin. Just a different clubs. We'll make gold on our way up through them trees before we reach them top. Ez a legjobb fish and chips ezőbázban, úgyhogy ide fogunk jönni most ebédelni. Nagyon jó volt ez az étterem, ez különben nem egy fish and chips ező, hanem ez egy nagyon komoly halétterem. És óriási választékkal, halakból és tengergyümölcseiből, mindenből. Nagyon híres hely is. Nagyon jót ettünk, nem volt olcsó, de finom volt. Én, nem tudom magyarul mi, de wild sea bass filét ettem. Romesco szósszal és salsa verdével, meg chips. Szerintem ez ilyen vadtengeri sügérfilé lehet magyarul. Nagyon finom volt. Az a neve a helynek, hogy The Scallops Shell, hogyha bázban jártok és szeretnétek egy jó halételt vagy tengergyümölcsejét eltenni. Hosszú tartalmas napok után bázban, most itt vagyunk a Bristoli reptérnél egy hotelben, mert holnap nagyon korán indul reggel a repülő, és úgy gondoltuk, hogy ez így sokkal jobb, mert így csak 5-kor kell felkelni hajnalban. Úgyhogy most itt töltjük az utolsó éjszakát. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a pár hét most itt Angliában nekem nagyon sűrű volt, nagyon tartalmas volt, nagyon-nagyon jól éreztem magam, de hát most már irány haza, és most itt ezt az utolsó angliai videót le is zárnám. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg, és nézzétek meg feltétlenül a többi angliai vlogomat is. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!